Folyik a csapból, ihatja ki bírja, részegségért ki csak magát okolja. Kisbíróként én most a híreket dobolom, hogyan s mi történt versbeszedve mondom. Ipoly pásztó népe, több mint 500 lakó, mindegyikük kedves, jóra való. Hagyományos az ilyen felvonulás nálunk, mert mi a jó bort igencsak imádjuk. Összeszedtünk tehát szőlőt, lovat, kocsit, hogy így ünnepeljük a születnek jöttét. Rímbe szedem ezért néhány gondolatom, melyeket most nektek szépen kidobolok. Pörgessük hát vissza az elmúlt évet, s vakasszuk mosolyra a pásztói népet. Közhírét tétetik kicsinek és nagynak, kinek van még füle, kikiáltom annak. Aranyos, gyémántos, meleghangú mamák, fotelban szundító, horkoló nagyapák, jázmin virágvelkű, kedves szép leányok, kocsmából kidobott mulató zsiványok. Kétnapos kisbabák, százetendős vének, mai menetben a részvétel kéne. Kisbíró majd itten a híreket szórja, hogyan és mi történt versbeszedve mondja. De hogy minden pásztója történet végére járjon, az ünnepi menettel végig kell, hogy járjon. Kedves egybegyűltek, kikit körülálltok, csituljatok kissé, ne járjon a szátok. Hadd mondom el nektek, mi történt legutóbb, elmúlt szüret óta, mi volt itt, mi nem volt. Tavaly szüretkor bort ittunk, nem vizet, s melléje öblögettünk ízes, tüzes vizet. Abban az évben is megvolt a szüret, a bíró meg nem más, mint a ricoti bor lett. Idén bíró úrunk Horváth Péter lészen. Nevére rímel, hogy a bor az ékszer. Szebbernénk derekán, úgy, mint a krinolin, nyolcoknyás bírónénk a Baka Zsuzsi. Palpalávalót András bátyám húzza, bízzunk benne végig, nem fárad vonója. Ipoly Pászti utcán hallatszon az ének, nótaszóval vonuljunk, hogy lássák a népek. Örömünkben osztozik a szakálosi szignál, kik már tavaly is velünk együtt ropták. Úgy szóljon az ének, hogy a hátsók is hallják, nem csak miattam jött össze egy társaság. De most már sorolom az eseményeket, mi borzolta idén a pásztói kedélyeket. Az elmúlt esztendőben annyi minden esett, öröm, búság, ünnep, és még néhány büntet. Bevezetés képen említsük a főfőt. Polgármesterünk kezdje a gondjaitól őszünk.
Itt lakik ő ebben a takaratos kis házban, mindig rendezett Mátyás király utcában. Lovasszobrát 20 év múlva is majd ide kéreti, jobbjára az asszony helyett a kisbírót ülteti. Tavaly születkor esett meg az eset, mulatságra néki kedve kerekedett. Míg a többi gazdák születelni mentek, ő a pincénél hordót billegetett. Szinte táncolt a hordóval, olyan nagyon robta, le is ugrott lábának legkisebbik ujja. Nem egyedi eset, hogy valamilyen bánja, lassan a Bahi Kandort is lepipálja. Volt már, hogy Horvátban kezét rakta a gipszbe, mikor a tenger vizét magához ölelte. De arra is volt példa, hogy a szeme bánta, közelről esett bele a lúgos tartályba. Nem tudom, hogyan lesz, s mi lesz ennek vége, de a kapkodás eddig csak nem vitt előre. Őszfeje újabban gondokkal van tele, mert hogy ő is öregszik, éreztetik vele. A gólya lógója megtette a dolgát, 10 hónapos kisunoka viháncol a portán. Az, hogy nagyapa lett, nem az a fő gondja, puskáját szögre tenni biztosan nem fogja. Hogy mitől fáj őszfeje, biztosan az lehet, nagymamával ágyba bújni nem mindenki szeret. De adjuk már az urat, mert vöröslik a feje. Számra venni őt talán nekem sem illene. Van néki jó oldala, csak azt kevesen tudják, de hát úgyis mindig szívén viseli kicsiny falunk sorsát. Tudnák még hirdetni, de sajnos nem mindent lehet, mert hogy szövegemet cenzúrázták helyi illetékesek. Megígértem nékik, s szavamat megtartom, utcabéli asszonyokról idén nem dobolok. Mert volt már arra példa, hogy a véremet akarták, van kinek haragja, mai napig is fáj. Próbálok én ezért finoman célozni, nehogy a Bolyáné le akarjon pofozni. Most, hogy itten helyben nincs több kidobolni való, töltessék poharunkba szeszes innivaló. Gyereknek, idősnek ragyogjon a képe, sokáig éljen Ipolypásztó népe. Magnóról. Örülnek a vének, Ági Mari Eszti, hogy a szórakozásról nekik sem kell lemondani. Üvölt a Magnó, benne kisebbségi nóta, nem hallgat el csak akkor, ha a kaput már a rendőr rúgja. Mert hogy egyre gyakrabban jönnek ki szemlére, kiszik felnőttnek itt lányuk pénzért rogyik térdre. Vigyázzanak az urak, kik itt örömöt keresnek, nehogy valaki a magját ott felejtse. Mert volt már itten ilyen, úgy 20 éve annak, külön busz ment ságra a tanos uraknak. Tudom, néhányan csak azért jöttetek ma ide, hogy Burkovics barátunkról miként szól az ige. 4,4 promil, hallottátok biztos. 3 év annak, hogy elni ennyit ivott. Nehéz ezt feledni, hisz itt volt a tévé, olimpiát iszunk, hallottuk a végén. És hogy Jánosunk idén is szólhass. Jánosunkról idén is szólhasson pár strófa, megünnepelte, s így gondoskodott róla.
s mivel akkor ottan kevesen lehettek, munkába állt, persze, hogy szeszesen. Előkerült szonda, s hát megint majdnem annyi, ezt 10 vékony nyár falágó sem tudná überelni. Meledék alkohol, mondta a pasinak, így jön ez mifelénk, ahol olimpiát isznak. Egyre több a határban a szemét lerakat. Hiába a törvény, ha nincs hozzá akarat. Polgármester úrunk erdőt, mezőt járva, figyelmeskedt egy furcsa muckára. S mivel a törvényt tartani köteles, túrni is kezdte ezt a szemétreget. Volt abban minden, mi háztartásból való, mégiscsak a sok pelenka volt az árulkodó. Újra divatba jött a traktor a falun. Legújabban ifjabb Németh Zolinak is van. Újdonsült járgányát annyira élvezi, hogy bárhová is menjen, azt mindig azzal teszi. S hogy barátai is átéljék örömét, néha hatan is osztoznak azon a kisfülkén. Együtt traktoroznak, együtt nyomják a gázt, füstfelhőben úszik a pásztói határ. Férfüllel hallottam, paraszt akar lenni. S hogy néhány kiskertet már sikerült szerezni. Csak a jóisten tudója, mit vett majd ő bele, azt hallottam olyat, minek füstöl a levele. Nyugdíjba vonult barátunk a Zsiga. Siretje is őt kisgyermek Mikola. Félve néztünk elébe, mi lészem majd akkor, ha a csöcsű betyárja pihenőre vonul. Meg lett eredményes, pihen is most egyet, de pihenő idejét egy zárkában kezdte. Mivel, hogy nem igen bírta kimondani, mennyi sört kell zalabán 2 promillehoz inni. Innentől csak gyalog, esetleg biciklin tekerhet, még szerencse, hogy a polgármester talált neki egyet. Néki adta azt, hogy segítsen barátján, nehogy Bolya Zsiga szomjon, halljon talán. Van a szőlőhegyen egy nagyon csicsás pince. Azt mondják, a nedő is elég komoly benne. Kár, hogy csak a szagát érezhetjük annak, mert a pomozi pincében kóstolni nem adnak. Vagyis, hogy adnak, csak azt is gyengén mérik, gyűszőnyi kóstolóból nem fogunk betépni. Biztosan jó lehet, akár csak a manna, ha ennyire rejtegeti nedőjét a gazda. Ha reál gondolok, csókra hajlik ajkam, mint mikor csetszopónak szunarat adnak. Ellenben a gazda bornapokra eljár, ahol zsűri díjazza nálunk érlelt borát. Második gyermeke is született az idén, de tejfakasztó buli nem volt a pincénél. Bezzeg a szomszédja, áldott polgármester, nem sajnálja senkitől, ki oda kitéved. Mennék oda én is, csak nekem nincsen kulcsom, néha napján azért viszek a Jobbikból. Meg is szóltak érte, azt ki is számították, 20 literrel első vagyok a heti ranglistán. Van itten egy gazda, akiről mindig szóltunk, idén sincs ez más, hogy megint belehúzott. Tavaly ugyan kihagytam az Olit, hisz bánatos volt kedve, mikor aranytojás tojó tyúkja őtet lecserélte. De időn erősebb lett, s visszavágott néki, autójával a sajátját kezdte lerendezni. Persze nem egészen a kérdés, kié most a Peugeot, s kié a Fábia, ki volt a támadó. Ki mit akart, s kikinek a vérét, s az ítélet, így lett az örökségből gyilkossági kísérlet. Pontjában is megállunk pár szóra. Van mit itt dobolni, gondoskodtak róla. Fodor optikánk a hónap dolgozója lett, első nap munkában egy autóban kárt tett. Jó van, kérem, mondja, nem lehetett tudni, hogy a fűkaszát azt finoman kell fogni. Ha olyan okos vagy, próbálkozhatsz véle, másnap meg egy ablaküveg kerül terítékre. Ezennel hirdetem a megváltozott dolgot, nem lehet itt biciklizni, most már csak Józanon. Mert hogy a rendőrség keményen bünteti, ha a gazda mámorosan a biciklit tekeri. Ez nem új keletű, vannak itten gazdák, kik hetente 2-szer is megfújták a szondát. Amióta Jánosunk a 4 promillet megfújta, olyan, mintha helyben rendőrálmás volna. Igen nagy változás történik falunkban. VPP-sek fölött a Zsiga nem igazgat. Nyugdíjba vonult, lejárt az ideje,
helyét egyelőre Tóth Gyula tölti be. Zsiga az idejét még végig kiélte, de hivatali dolgait már a kisboltban intézte. Onnan igazgatta munkára a népet, panaszkodtak is rája, ahogy csak lehet. Nem bánta volna, ha munkában halnánk meg, ő meg a kisboltban csak a sört rendelget. Annyit tennék hozzá, így kell ennek lenni, ha nem tetszik a munka, járjál jelentkezni. Nyugdíjba vonult falunk főkertésze, a pásztori kisboltok aktív őrzője. Járt a hivatalba minden nap rendesen, munkába viszont senki nem járt szeszesen. És azóta, inkább nem is mondom, 3 promil alatt nem látják a fodort. Vannak itt még 3-an, Rizsás, Cupek, Gyuri, bár az utolsó 2 az most lábadozik. Önszántukból mentek elvonókúrára, mert fejük fölött meglobbant a halál kaszája. A rohamcsapat továbbra is rendezi a szépet, újabb harci jármű a kis traktor a képben. Nem ölhet rá bárki, babandi a gyámja, a többi csak nézheti, nem lesz így hibája. Kicsit jobban is kihasználhatnánk ezt, szombatonként kaszálhatnánk például vadkendert. Mert ha gyabból is van a határban szerte, 8-10 rendőr vigyázza, mert hogy az nem repce. Egy egész kommandó lepte el a határt, mikor egy polgártársunk 3 bokrot talált. És mivel erősen hiányos volt a dohányos bixa, először ebből sodort cigarettát egyre másra szívta. Tagadja, hogy másnak is adott volna belőle, magamnak is alig mered, mondta meglepődve. És hogy kiről szól-e pár sor, mondanom nem lehet, mert rendőrségi jegyzőkönyvből loptam az életet. Tudatom továbbra az ipolypászti néppel, hogy a jóisten patikát rendeltetett itten. Satai a patikus és a drága neje, reggel 6-tól kapható az élet nedője. Van is ottan minden, mi szemszájnak ingere, mégis a kőműves aktimele helyek kedvence. Több fogy belőle, mint kenyérből, tojásból, Isten tartsa meg ezt a jó szokásuk. Mint ahogyan mindig, most jut eszembe, hivatali közleményt veletek közöljem. Felhívjuk a falu minden tartozóját, hogy adójukat még idén gyorsan kisztornózzák. Aki a felhívást mégsem teljesíti, a hivatala házát zálogba teteti. Nincs onnan visszaút, tudják ezt már páran, adós fizes, szól az önkormányzat. Drága bíró úrunk, és itt lakik a részen. Néha nála is kicsit hangosabb az ének. Csoda történt náluk az idei évben, mikor partit adott minden hívének. Összejöttünk ottan, voltunk mi vagy 100-an, kipótítva hőpaprikás komákkal. Úgy, mint a mesében nagy kanállal lettünk, a kurucnótákkal testben egyesültünk. Táncoltunk, mulattunk, húzódott az este, engem meg asztal alá hívott egy paprikás menyecske. Hiába, nem bírtam a szántást, de most már jó lenne egy kis itókázás. Öntsetek egy kupicát, menjünk innen gyorsan, jednota üzletnél mondok még, majd még jobban. Nóta szóval menjünk, ne néha komor búval, ünnepelni jöttünk, nem temetni a múltat. Mi kell a jó népnek? Nagyon jó a kérdés. Villámgyors internet, no meg falu tévé. S hogy ki van benne, láthatjátok lentebb, épp Urbánéknál forgatnak hevesen. Ezért mondom néktek, viselkedjetek, nehogy a tévében benne legyetek. Thank you.
ezen a mai ünnepnapunkon. Engedtessék meg, hogy ezután a hosszú gyalogtúra után, a kultúrműsor előtt elcsendesedjünk, és néhány igei gondolattal, illetve Isten áldásával szolgáljunk most az egybegyűlteknek. Mózes második könyvének 23. fejezetéből olvasok néhány verset. Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem. Aztán az aratás ünnepét, amikor meződvetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évekként 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Földed első termésének a javát vidd el Istenednek az Úrnak házába. Kedves testvérek! A fölolvasott igerészek arról tesznek bizonyságot, hogy nem csak úgy magunktól találjuk ki az őszi termény áldás, ezt az ünnepnapot, amikor összejövünk, és igaz, hogy vidáman, jókedvel, de meg nem feledkezünk a hálaadásról. Hiszen hálát kell adnunk az Istennek mindazért, amit adott nekünk. Hálát kell adni azért, hogy adott erőt a munkához, hiszen tavasztól késő őszig kell végezni a mezőgazdasági munkákat. Szüreti ünnep lévén különösen a szőlő munkálatok korán kezdődnek, későn fejeződnek be. Mégis az Isten megadja az erőt hozzá az embernek. Megadta az idei termést is, és az igéhez méltóan, hasonlóan mi is most ünnepelünk. Mert hiszen az Úr azt akarja, hogy ünnepeljünk is. Ünnepre jöttünk hát össze, és hálaadásra, és hálát adni az az ember tud, aki dolgozik is, aki értékeli a munkájának a gyümölcsét, aki hálás azért, hogy az Isten megsegítette őt, hálás minden terméséért. Néha könnyebb a termést idehoznunk az Isten szín elé, mint a szíveinket. Én mégis azt gondolom, hogy most a szíveinket is idehoztuk, hogy itt mondjunk köszönetet az Úrnak, és kérjük az ő áldását. Hát ő áldja meg a mai ünnepünket. Amen. Elsősorban engedjék meg, hogy én is megköszönjem önöknek, hogy eljöttek, hogy elfogadták a meghívást. Idejöttek, mert ahogy már a lelkésznőnk Erika elmondta, hogy nem csak mulatni, ünnepelni akarunk, hanem elsőbb a kezdetnél hálásak lenni. Hálásak vagyunk azért, hogy ebben az esztendőben is bármilyen évünk is volt, valakinek gazdagabb, valakinek kevésbé. De s mégis az Úr nagyobb csapásoktól megvédett minket, újból adott termést, újból adott abból a mosolyából, tehát abból a bizonyosságból, hogy ő megint a mi oldalunkon áll, és pártol minket, és fenntart minket. Ez az, amiért akarunk köszönetet mondani neki. Most akkor a mennyi atyát köszönjük meg, a mennyi atyának köszönjük meg az ő jóságát, mert megadta mindennapi kenyerünket ebben az esztendőben is. Ezekkel a könyörgésekkel. Kérem, igazán szívükből mondják ki az Úrnak hálát. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik vetettek, arattak, és az új kenyeret asztalunkra tették. Kérünk téged, hallgass meg minket, mahatjuk közösen. Áld meg mindazokat, akik helyt álltak a mindennapi kemény munkában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg az új kenyeret és minden terményünket, hogy általuk szívünk is megújuljon, és buzgó életünkben kedvet teljék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg az egész keresztény népet pásztoraival együtt, hogy életünk örökké megmarad, hogy gyümölcsöt teremjen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg hazánkat, népünket és vezetőit. Ébreszt fel bennünk a hitet, hogy megértsék, nem csak kenyérrel él az ember. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik nekik jutatott javakból jó szívvel adtak a náluk szegényebbeknek.
kérünk téged, hallgass meg minket. Addurunk, hogy földi és égi ajándékaidért mindig hálásak legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele, és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyerünket és termésünket, mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az öt árpa kenyeret a pusztában. Áld meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Áld, hogy a földi táplálék testünknek erőd, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus, ami Urunk által. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, áldja és szentelje meg mindazt, amit ez a szüret, a szüreti ünnepség, az őszi terménybetakarítás jelent számunkra. Áldja és szentelje meg Ipoly pásztor templomos népét, és valamennyiünket, akik itt vagyunk, és adjon nekünk áldott életet, hálás szívet. Amen. Amen. És hogy kicsit rólunk is szóljon a versike, megköszönöm mindenkinek, aki ezt megszervezte. Elsődjére itt van a helyi önkormányzat, ki javait adta a szórakoztatásnak. Vele, mint mindig, most is karöltve, a helyi Vianová műsor védnöke. Köszönet illeti még azt a pár barátot, lakót, ki önzetlenül adták a gulyásokba valót. És hogy ki ne maradjanak, köszönjük a népnek, Gyula által irányított VPP-seknek. Köszönet illeti Veresegyházvárost, ki elhozta nékünk ide idén a Kós Jánost. Vadpörköltet elénk, viski vadász lőtte, malacot számunkra az agroipel küldte. Kisbíró szövege abban leli végét, kívánjon sok jó bort, ne csak lőrét. A mai napra néktek sok jó mulatságot, vigadjon mindenki, amíg nem lesz álmos. Véget ért mondókám, remélem, hogy tetszett. Leteszem dobomat és poharat veszek. Igyon hát mindenki, addig, amíg bírja, ezen kis rímeket Sejli Csaba írta. Kívánunk jó szórakozást a további műsorokhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pásztóriak, kedves vendégek, engedelmükkel név szerint is valakit kiemelnék, nagy szeretettel köszönteném falunkban barátainkat, akik Magyarországról, pásztóról jöttek, élőkön alpolgármester úrral, Farkas Attila. Természetesen mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, aki elkísérte őt pásztorról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a környező falvak polgármesterasszonyait és polgármestereit, akik eljöttek közénk. Köszöntöm támogatóinkat, az Ipoly Viski Vadászszervezet elnökét. Továbbá köszöntöm a Veresegyházi Szlovikert cég tulajdonosát, aki a kis vonatot biztosította be számunkra. És természetesen köszöntök mindenkit, aki itten ma megtisztelt bennünket, eljött közénk, hogy együtt ünnepelhessünk. Engedjék meg, hogy bevezetőül néhány gondolatban szóljak önökhöz. Vázolván, mit érez az ember így szeptember végéhez közeledve? Petőfi Sándor Szeptember végén című versében azt mondja: még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt.
De látod? Ám ottan a téli világot. Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és benne virít az egész kikelet. De éme sötét hajam őszbe vegyül már. A téldere már megüti fejemet, elhull a virág, eliramlik az élet. Bár a mi börzsönyi tetőnket még nem takarja el a hó, de kétségtelenül érezzük, hogy hidegebb az idő, rövidebbek a nappalok, lassan fűteni kell, minden kopasz lesz, a fák lehullatják a lombjaikat. Az eliramló élet gondolata is szomorkássá teszi az embert. Mielőtt azonban átadnánk magunkat az őszi elmúlás mélábújának, még örüljünk és ünnepeljünk. Mert az ősz nem csak az elmúlás ideje, hanem a munkái, az őszi termények betakarításái, a szüreté és a haladásé is. Talán kevesebb volt az idén a szőlő, a gyümölcs, talán rövidebb a szüret, de mégis van mit betakarítanunk, és ennek örülnünk kell. Évtizedes hagyományközségünkben, hogy vidám szüreti felvonulással, falunk lelkipásztorainak hálaadó gondolataival, Isten áldásával és kultúrműsorral ünnepelünk. Ennek a hagyománynak a része ez a mai nap is. És én kívánom, örüljünk, ünnepeljünk, jól szórakozzunk ezen a mai napon. Az őszi elmúlás fölötti szomorkodás helyett ünnepeljük az embert, annak munkáját és a közösségét. Kívánok szép, derűs napot önöknek! Polgármester úr köszöntő szavai után most már kezdődjék akkor a kultúrműsor, amihez nagyon jó szórakozást kívánok a szervezők nevében. Hogy mi minden vár ránk? Hát igen, nagyon sok minden. Minden korosztály megtalálhatja, és bízom benne, hogy meg is fogja találni a magának valót, mert gazdag programmal készültünk. Fölép a mai napon a szakállosi, Ipoly-Szakállosi Szignál esztrádcsoport, föllépnek a rajeszki szimpatikusok, ők pásztorról, azután föllépnek még a gyermekek számára különösen kedves műsorral, a Réparetek Magyaró Duó, valamint ahogy hallottuk is, a kisbírónak a szövegében Kós János is, és az este befejezéseképpen föllép az immáron átkeresztelt, de mégis számunkra Viktóriának ismert zenekar. Először tehát következik Szignál. Azt hiszem, őket különösen bemutatni nem kell, hiszen legutóbb két hónapja azon a bizonyos Neve Nincs napon a veterán autós találkozón voltak itt velünk, és adtak nagyon jó szórakoztató műsor. Fogadjuk át nagy szeretettel a Szignál csoportot Ipoly Szakállosról. Oh,
Jó napot kívánok, kedves közönségünk! A jó hangulat és a felhőtlen szórakozás elérésében az Ipoly Szakállősi Szignál Esztrát csoport fog önöknek segíteni. A következő 30 perces műsorban láthatnak táncokat és rövid bohózatokat. Elsőként a szinte már mindenki számára ismerté vált kerekegész Berecki Zoltán slágerre láthattunk egy igen ügyes kis koreográfiát. A táncot Pál Krisztina koreografálta Léváról. A most következő blokkunkat egy a szomszédéni produkciós iroda által készített bohózattal, a táplálkozási tanácsadóval kezdjük. Majd ismét tánc következik. A McCover repertoárjából egy igazi diszkósláger, melyre a koreográfiát Kis György készítette Gútáról. Kezdődjék tehát a műsor, jó szórakozást kívánok, érezzék jól magukat, és énekeljék velünk együtt a slágereket! Jó estét kívánok! Mint ugye azt tudjuk, különböző médiaforrásokon keresztül észleljük, ma bizony az egészséges életmódnak nagy keletje van. Még a csapból is az folyik, hogy mi egészséges, mi tápláló, vagy éppen miben van több omega, na nem együttes, hanem zsírsav. Egyre több táplálkozási tanácsadó jelenik meg a kisvárosokban is, és mi ketten most azt fogjuk önöknek bemutatni, milyen is lenne egy ilyen táplálkozási tanácsadó falun. Én leszek ez a bizonyos táplálkozási tanácsadó, Szabolcs pedig a palóc parasztember. Mi bajod? Hát azért jöttem, hogy egészségügyi táplálkozási tanácsadást gyakoroljak önön. Mit akarsz te gyakorolni rajtam? Mennyit mozog hetente? Na nem sokat, úgy 10-15 kilométert. Gyalog? Dehogy, traktorral. Na hát akkor lenne pár kérdésem, hogy felmérjük az életvitelét. Mit szokott reggelizni? Kolbászt. Kolbászt mivel? Szalonnával. És ebédelni? Csülköt. Mivel? Szalonnával. És vacsorára? Sonkát. Gondolom szalonnával. Dehogy is, döbrönccel. És az miből készül? A szalonnából. Halat esetleg? Azt meg kimondottam. Na, mikor fogyasztott utoljára? Hát amikor az öcsém még hoztak. És az mikor volt? Hát úgy 15 évvel ezelőtt. Hát és mekkora magának a vércukorszintje? Hát mit tudom, én nem szoktam nyalogatni. De hát az csak az orvos tudja megállapítani? Oda szokott járni? Minden kedden. Kezelésre? Dehogy, kártyázásra. És meg szokta vizsgálni? Hát rendesen meg. És talált már valamit? Egyszer az ingújamban egy tökaszt, azóta nem csalok. És iszik maga? Hát ha szomjas vagyok, akkor igen. Úgy értem, alkoholt. Azt nem csak akkor. Hát, pedig az alkohol az nagyon is befolyásolja a vérnyomását. Mennyit iszik maga? Hát nem sokat. Úgy 2 deciliter vörös bort reggelire, aztán ebédre étve a csinálónak egy jó minőségű körteszilve vagy barack pálinkát, és hogy a csülök megnőjje a gyomromat, lenyomatom egy nagy fehér fröccsel. De ez még mind semmi, mert mikor megyek hazafelé este a határból, megállok a kocsmába egy restartra. Restart, hát az meg mi? Nem tudod, édesfiam, vodka Red Bull. És én még azt is tudom, hogy az embernek naponta 2,5 liter folyadékot kéne meginnia. Na, látom, nem egy veszett ügy maga. Hát ezt honnan tudja? Hát az asszonytól. Biztos büszke is érte magára? Azt azért nem hinném, ugyanis én a földekre csak 1 liter folyadékot viszek magammal. A többit otthon pótolom be vacsora után. Na de hát ebben semmi rossz nincsen. Csak itt a 1,5 liter borocskát extra döntöm le álomcsinálónak. Hát és hogy áll ettől a koleszterinje? Ha így. Na javasolnék magának pár egészséges táplálékot, amit szabadon fogyaszthat. Például csicseri borsó. Csicseri borsó? Az meg milyen? Hát olyan, mint a borsó, csak sárga és kicsit nagyobb. Hát édesfiam, ne haragudj, de mi nálunk ezt töknek hívják. Hát az is egészséges és tápláló végeredménybe. Ha még jó, hogy nőnek is a disznóim tőle rendesen. Meg ott az articsóka. Csóka? Articsóka. Gondolom olyan, mint a csóka, csak sárga. Nem. Akkor meg mind az a föld alatti ragadozó madár. Föld alatti madár? Hát az meg milyen? Héja. De hát az nem föld alatti. Krumpli héja. Fontos a tavaszi méregtelenítés? Azt már megoldottuk. Lévőt kúrával? Dehogy, diazepánnal. Meg hogy este 6 után nem szabad enni? Hát nem is szoktam. Nagyszerű. Csak 8 után, de akkor rendesen. Minden nap kellene fél órát sétálnia? Hova?
Hát mondjuk itt körbe-körbe az udvaron. Szomszédok még azt hinnék, hogy megőrültem. Hát akkor milyen messze van ide az üzlet? Hát ha mondjuk nem sietek, akkor 4-4,5 óra gyalog. És ha siet? Akkor 10 perc. 10 perc? Hát ha nem állok meg a kocsmába inni a haverokkal. Na hát akkor minden nap elsétál az üzletig, meg vissza. De nekem annyi időm nincsen. Hát most mondta, hogy 10 perc. De olyan még nem volt. Hát akkor csináljon fekvőtámaszt. Jó, hányat? 10-et. Fenyőfából jó lesz. Ez így nem jó, ez így nem működik. Hát hogy akar így maga hosszú, egészséges, boldog életet élni? Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy te hogyan fogsz hosszú, egészséges életet élni. Na hogyan? Úgy, hogy eltakarodsz innen most, de rögtön. Rögtön.
szimpatikusok Pásztorról érkeztek közénk, a magyarországi Pásztor városából. Hadd mutassam be a zenekar. A Rajecki szimpatikusok népzenei együttes, a Pásztori Zeneiskola, azaz a Rózsavölgyi Márk Alapok Művészeti Iskola, Rajecki Benyámin Tagintézményének tanulóiból alakult 2013-ban. Tagjai Széchenyi Zsófia és Nagy Hanna hegedűs, Széchenyi István Balázs Brácsás, Háskuti Dávid és Tormai Jenő Csaba nagybőgős, aki mint meghívott művész részt vesz az együttes munkájában. A közel fél évtizedes működésük során számos díjas elismerést szereztek városi, megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken és megmérettetéseken. Rendszeres szereplője a Gyöngyösi Tengertánc Fesztiválnak, az Országos Táncháznapja rendezvénysorozatnak, ebben az évben a felkérésre pedig a 18. Országos Táncház találkozón is közreműködtek. A versenyeik közül csak a legutóbbiak, a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató vetélkedő 2016-os évadában a Széchenyi testvérek bronzpáva díjat értek el. 2017 tavaszán a 8. országos népzenei verseny első korcsoport hangszeres együttes kategóriájában a Széchenyi testvérek első helyezést, illetve második korcsoportban Zsobada Banda trióban második helyezést értek el. Számos aranyminősítés, nívó díj mellett a zenekar büszkélkedhet 2017 májusában Debrecenben elnyert Diamant Civis fokozattal, óta országos népzenei minősítő térségű szintű kiváló fokozatú minősítéssel. Széchenyi Zsófia szóló kategóriában óta országos szintű aranypáva fokozatot nyert el. Az idei év nyara is igen sűrűn telt a gyerekeknek. Egy fesztiválon megismert gyulai néptánc együttes zenei kíséreteként spanyolországi turnén, majd a helyi pásztói néptánc együttessel Törökországban megrendezett fesztiválon muzsikálták a talpalávalót, de meghívásnak elegettéve közreműködtek a Ladányi Nyár programsorozaton Püspökladányban, illetve a gyulai 19. Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválon is. Repertoárjukban szerepel számos kis magyarországi, például Rábaközi, Palócföldi, Délalföldi, Szatmári dallam, Virágvölgyi Márta szárnyai alatt ismerkednek az erdélyi, vajdaszentiványi, ádámosi, magyarpalackai, kalotaszegi muzsika szépségeivel is. Felkészítőjük az iskola elhivatott pedagógusa, Sturman Jenőné, vagy ahogy mindenki ismeri őt, Pásztor Toncsi néni. Fogadjuk hát nagy-nagy szeretettel a Rajecki szimpatikusokat! Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a pásztorról érkezett Rajecki szimpatikusok műsorát. Én azt gondolom, hogy mindannyian csodálattal néztük, hogy ilyen fiatalon, ilyen szinten játszani népzenét, tehát csodálkoztunk és örültünk, hogy itt voltak velünk, és megosztották velünk az ő tehetségüket, tudásukat és művészetüket. Most egy más műfajjal folytatjuk. A Réparetek Magyaró duót szeretném fölvezetni és bemutatni, akik Veresegyházról érkeztek. Egy vidám párossal találkozhatunk, akik zenés, táncos gyermekműsorral és mesejátékokkal szórakoztatnak kicsiket és nagyokat. A kis csapat célja megragadni a gyermekek képzeletét, majd felhőtlen játékba, táncba csalva őket, maradandó élményben részesíteni. Számos rendezvény van mögöttük, interaktív zenés műsor óvodásoknak, iskolásoknak, kicsiknek és nagyoknak, szülőknek és nagyszülőknek. Az évek hozták magukkal azt a tapasztalatot, és tanulták meg, hogy mivel lehet megfogni a gyermekeket, hogy lehet őket mozgásra ösztönözni, valamint, hogy lehet őket a táncra és énekre rávenni. Mindig tanítanak valamit, sokat táncolnak, utaznak, vonatoznak, és sose érkeznek üres kézzel. A színes kiegészítők elhagyhatatlanok műsoraikból. A sok-sok pompom, csörgők, fejbábok, fűszoknyácskák és a többi. Gyermekműsoraik mellé nosztalgia és operett előadást is kérhetnek a megrendelők, így egy szórakoztató, vidám műsorban lehet részük azoknak, akik várják, hívják a Réparetek Magyaró duót. Őket várjuk most a színpadra, fogadjuk őket nagy szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt, és most a kisebbeket szeretnénk előbbre hívni egy jó játékra, és bizony-bizony. Sose érkezünk üres kézzel, ahogy már a hölgy is említette, úgyhogy ide várunk kicsiket, és még kisebbeket. Illetve a gyermek lelkű felnőtteket is. Az első dalban rögtön a hangjukat szeretnénk kérni, hogy segítsenek nekünk. Annyit kell velünk hangosan együtt énekelni, hogy pam, pam, param, pam, pam. Ugye nem lesz nehéz? Próbáljuk meg együtt mondani? Pam, pam, param, pam, pam. Nagyon jó az úr, róla lehet venni példát, akkor még egyszer. Pam, pam, param, pam, pam. Szuper! És indulhat is a dal, ami egy gesztenyéről fog szólni. Pontosan a gesztenye, Guszti, ami ősszel lepotyog a fáról. Bam, 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 gesztenye fa ágán ül.
most tüske van kívül. Ha eldobod, elrepül, pam, pam, param, pam, pam, ő csülcsül a fleg belül. Pam, 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 kesztenye a guzti, illik megtanulni, minden összeterem, és itt van ő velem. Na, hogy is lehet? Hangosan ti jöttök, pám, 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 pám. Ma eldobod, elrepül, pám, 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 pám. Ő csücsülök legbelül, pám, 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 pám. Kesztenye fölágemül, pám, 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 pám. Szúros tüske van kívül, pám, 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 pám. Kérünk a gyerköcöknek, és hát ahogy ígértük, sose érkezünk üres kézzel. Szeretitek ti a cukorkát? Akkor maradjatok itt velünk, mert hogyha játszatok, táncoltok velünk, akkor kaptok cukorkát. Szerintem Dórikám már is jött az első cukorka eső, én pedig hozok valamit, amit úgy hívunk, hogy szivárványos lepezet. Szedjétek össze a cukorkát, oda dobtam a földre, azaz. Szedjétek össze, onnan hátulról is gyertek, gyertek, mert jön még cukor. Szakács! Ott a Zsiga meg a Mirko! Egészséget! Szóval jó! Jó étvágya mindenkinek! Üdvözöljük pásztorokat! Reggelt elő! Itt a véresen! Jó, ugye? Én meg egy kicsit szóval! Nagyon ügyes! Mirko azt mondta, hogy ne törődjék a sóba. Limbo, gyere, gyere, ne félj! Limbo, limbo! A kötél alatt elférsz! Limbo, limbo! Lejjebb, lejjebb! Limbo, limbo! Vigyázz! Ez a legjobb móka már, minden gyerek kíváncsi rá. Ilyen ide csida csoda tánc, mókás képed jó lepán. Mosoly legyen arcodon, hát az hajl is meg nagyon. Hogyha átérsz a létszalag, figyelem, lesz előre dőlünk, és tanatunk! La 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 la, hátrafelé! La 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 la.
gyere most mutasd meg hát. Lejjebb megy a kötél. Üljön meg jól a hát. Hátra nem, nem előre. Na lássuk mi lesz. Ugolással megyünk át. Hogyha bátor vagy nagyon, újra megpróbálhatom. Ez a legjobb oka már. Nem ugolunk, nem ugolunk. Na gyere, hajtás próbáld ám. Limbo! Limbo! Limbo, ki lesz a legjobb? Limbo, limbo! Mutasd meg a bajnok! Limbo, limbo! Lejjebb, lejjebb! Limbo, limbo! Na ki tudja milyen a pókjárás? Na hogy járnak a pókok, Mudi? Na gyerünk, gyerünk! Hogy van a pókjárás? Hátra! Hát ez nem pókjárás! Az egy kis üvegkocska! Ha tudja milyen a pókjárás! Nagyon ügyesek vagytok! Gyerünk, gyerünk a kötél alatt! Limbo! Köszönjük szépen a segítséget! Sarok, lábúj, másik láb. Nagyon ügyesek vagytok, közben csípőn van a kezetek, de amikor szólunk, akkor integetni kell és jobbra-balra haladni. Sikítani tudtak még? Akkor indulhat a kalita! Ugrálunk! Csak a hajza alatt belül, míg két karodban repül.
lehet magyarul. Sziasztok a viszontlátásra! És egy utolsó cukorka eső! Figyelem, figyelem! Figyeljétek Zsuzsi kezét! Gyertek kicsit hátrébb! 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 És aki jól érezte magát, attól kérünk szépen egy hatalmas sikítást! Sziasztok a viszontlátásra! Most pedig teljesen más műfajra váltunk megint. 10 éves kor fölött mindenki tudja, kiről van szó. Most nem kell egész a táncdalfesztiválokig visszamennünk, bár szívesen emlékezünk azokra is. De mindenképpen sok-sok sláger jut eszünkbe, amiket talán önkéntelenül sokszor dúdolunk is. Most tehát itt Ipolypászton, a szüreti fölvonuláson, a kultúrműsorban, a színpadon fogadjuk nagyon sok szeretettel Pós János és Dékány Saroltán. Hány éve én nem is tudom már, az óra gyorsan körbe jár, de jó, hogy köztetek vagyok. Yeah! Éreztem, ha messze jártam is, szívedek sose volt hamis, hogy mindig visszavártatok. De jó így együtt, de jó így együtt, a szemed a szemembe néz. De jó így együtt, veletek együtt, ki meg ez az egyszer ész. Ne busulj kérlek, hogy múlnak az évek, holom ki hátra néz. Hallanak, melyet ismernek, nyugodtan tessenek velünk együtt énekelni. Jó? Jó? Te egy kicsit halkabban mindig, jó? La 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 la. Amikor egymagam vagyok, nézem a tarka utca lázas ritmusát. Ilyenkor halkan dúdolok, talán egy régi dallamot, miközben úgy lesem a házak ablakát. Ilyenkor minden érdekel, ilyenkor mindent látni kell, nevető arcok, néma harcok árja zúl. Néha te hátra fordulok, amott egy gyűsarok kopok, legyitek egyet, s aztán folyt tovább az út. Megyek tovább, lesek csodát, hisz annyi van köröttem, csak figyelni kell. Útmenti fát, 100 góliát, tőlem de távol vagytok, s mégis oly közel. Micsoda nagyszerű dolog, amikor egymagam vagyok, nézem az utcát, ha egy élő flipperek, yeah. Ilyenkor arra gondolok, nem sok által elkarod, rohanok hozzád, én mégis jobb veled. La 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 la, la 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 la. Hogyha kell, én ezer évig várok rád, míg a réten irány nyílik, várok rád, míg a fákról gyümölcsénik, várok rád. Hisz a szerelem veled oly szép. Megtalállok, drágám, hidd el, bárhol jár.
elkutatlak, igaz hittel, bárhol jár. Legszebb álmom, ó, ne vidd el, bárhol jár. Hisz a szerelem veled oly szép. Mint kószaszél a pillangót a kerteken, az órámon a mutatót úgy kergetem, míg vissza nem jössz, nem hagysz egy percre sem, s átölelsz úgy, mint én. Hogyha kell én ezer évig várok rá, fel is szállok, fel az égig, s várok rád, míg csak élek, mindörökké várok rá, hisz a szerelem veled oly szép. Hogyha kell én ezer évig várok rá, fel is szállok fel az ég, s várok rá, míg csak élek, mindörökké várok rá, hisz a szerelem veled oly szép. Napozott egy lány, nem tédoháztam, hozzáléptem merészen, kis kalandot reméltem, de ő így szólt rám. Kapitán, kapitán, ahány dob, annyi lány, kár a szó, értem én, hogy mit kíván. Kapitány, kapitány, van ilyen csocsi lány. Hajna felé jár. Nem, és nem ez jön. Érnyi vihar dúlt, tán a nyolcadik napon, és a lány mert félt nagyon, oda hújt hozzám. Hajna felé jár, üvös szellő ébresztett, könnyes arccal búcsút vett, visszanézhet rám. Kapitány, kapitány, sose volt még talán gyönyörűbb viharos éjszakán. Hajna felé jár, bűvös szellő ébresztett, könnyes arccal búcsút vett, visszanézett rám. Kapitány, kapitány, sose volt még talán, gyönyörű, viharos éjszakán. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsi lány. Hát bizony, értem egyet. Többet nem láttam. Soha többet. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép,
gyönyörűség. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy kis diák. Láttam néhány nappal ezelőtt, hát bizony, ő rajta is fogtak az időt. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál fehérebb, a durgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy kis diák. Tört volna össze az a kép, mely összetörten is, oly gyönyörű szép. Ez az egy fogyok urája, nem vált be. Kislány a zongoránál fehéret, a durgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem szerettem, jól voltam, mint egy kis diák. La 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 la. Hát, hölgyeim és uraim, kis utalásunk végéhez értünk. Remélem, jól éreztek magukat, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb találkozunk majd újra. Örömmel mondom. Elsőnek Puccinik önöktől, Kertész Jancsi. Itt vissza, meg elcsalok. Na jó, vissza, vissza. Na jó, akkor tényleg abban a dallal búcsúznék előttől, és komolyan mondom, hogy remélem, hogy nem hosszú idő lett, hanem minél hamarabb találkozunk majd megint. Abban a dallal, mely dalra még a kollégáim is mindig azt szokták mondani, Jani, ez a dal egy az egybe olyan, mint te vagy. Gumidomino? Vagy egy... Micsoda? Gumidomino? De ez a hölgy mondta, hogy egy parti sak. Ön talán Napóleon vagy a perzsa sak. Napóleon nem lehetett, biztosan tudom, mert én vagyok Napóleon. Nem vagyok teljesen őrült, wow! Nincs szerencséd, hey! Nem megyek fejjel a falnak, yeah! Bár szeretnék, nem eszem ebédre téglát, csak spenótot. Nem vagyok teljesen őrült, csak csalódott. Jobb lett volna békességben élni, együtt hűzni nagy romantikát. De leckét kaptam kalambot, ez a súlyos lelki karambol. Úgy oda vágott, majd belepusztultam. Wow! Nem vagyok teljesen őrült, bár imádlak. Nem megyek fejjel a falnak, csak utána. Nem ezen forrónak
háj, hát, s nem ülök rá, jaj, csak ott egy csap a szerelmem. Te bolondá, nem vagyok, ne helyes őrült, félre nincs kegyelem, éles a kardom, itt van a sarkon a legjobb hadseregem. Ne zavarjátok a császár, mert én vagyok Bonaparte, Kós János. Hölgyeim és uraim, további jó szolgálást, viszontlátásra! Kertész Jancsi! És búcsúzom én is. További jó szolgálást, viszontlátásra!